Για ένα λεπτό. Tisztelt képviselőtársaim, a mai felszólásomban a magyarországi vörösiszap katasztrófáról szeretnék beszélni. Először is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik az elmúlt időszakban segítettek a károsultakon, illetve a hozzátartozóikon. A legtragikusabb ebben a katasztrófában az, hogy mindez, ami bekövetkezett, amely több ember életét is sajnos követelte, ez a katasztrófa megelőzhető lett volna. És az Európai Uniónak kötelessége, hogy az ehhez hasonló katasztrófákat megelőzze. És ehhez pedig egy dolog elengedhetetlen, mégpedig az, hogy a közép-európai régióban lezajlott privatizációs szerződések, ami gyakorlatilag a szabadrablásnak felel meg, és egy gyanús posztkommunista pénzügyi köröket juttatott hatalomhoz, ezeket a privatizációs szerződéseket felül kell vizsgálni. És adott esetben államosítani kell azokat a cégeket, amelyeket jogtalanul elvettek az emberektől, és ezek a pénzügyi körök ma már nem figyelnek oda sem a munkavállalókra, de a munkavállalókon kívül már sem az ökológiai katasztrófa sem állítja meg őket a pénzhajhászásban. Ehhez kérem az Európai Uniónak a segítséget. Köszönöm szépen. A kérdés Svensson, jelenleptől. Tack, herr talman. Miljö- och klimatfrågorna berör oss alla. De är, som vi vet, globala. Självfallet måste EU spela en ledande roll i kampen för att säkra våra livsbetingelser. Det hävdas av miljöexperter att det näst